Üdv, kacok, szevasztok, csajok! Hát, Istenek Zábor, sajnálatos módon az van, hogy mostanában sötétben indulok, reggel, este ismét sötétben indulok, úgyhogy sajnos sok mindent az útból nem lehet látni, úgyhogy a videónak a képe az sok minden élményt nem fog nyújtani. A mostani videót azt konkrétan abban a célból csinálom, mert Bécsbe itt a forgalomban még szépen elhagyatszolgatok a szállás helyemig, addig bőven jut időm arra, hogy egy kicsit meséljek arról, hogy hát hogyan is zajlott a múlt hét. Ugye a múlt hét az a általános dolgokkal telt, csütörtök estig. Csütörtökön, hogy letettem a munkába a lantot, itt Bécsben találkoztam egy barátommal, és egyből vettük tovább az irányt Hanoverbe. Egy 2-2-es CD-i Mercivel, újjal, mennyi? 3-4 hónapos lehet az autó körülbelül, igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó a muzsikát. Hát, ugye német autópályán azért úgy 180-200-al siettünk, hogy tudjunk pihenni ott Hanoverban a foglalt szálláshelyünkön egy kicsikét, a reggeli kocsi átvétel és utána vissza hazautom, hogy ne legyünk annyira fáradtak, kicsit pihentebbek legyünk. Na mindegy, a fogyasztása a Mercinek nagyon barátságos volt, még így is ilyen akite, környéke, vagy alatta, tehát maradjunk abba 6 liter, szerintem azért az úgy nem rossz. Átértünk ugye a német területre, és a autópályán volt egy olyan, hogy hát most már meg kéne állni kétbetűs kitérőre. Húzzunk ki a parkolóba, hát kiúztunk pont egy olyan parkolóba, ahol nem akarok hazudni, gyerekek, és ezért bánom, hogy nem volt velem a kamera. Volt körülbelül vagy 20 darab rendőrautó, mármint ilyen mikrobusz, és kivirágítva az egész parkoló és tele rendőrökkel, egyenruhással, civil ruhással, de teljesen mindegy, hát mi megyünk, megálltunk, mert mi WC-zni szeretnénk, közben én elővettem a cigimet, valahogy nem találtam az öngyújtómat, és oda mentem így a rendőrökhöz, hogy hát elnézést, ne haragudjanak, tudna valaki nekem tisztet adni, mert nem rá szeretnék gyújtani, csak valahogy nem találom az öngyújtómat. Néztek rám érdekesen, és kérdezték, hogy miből gondolom, hogy én rágyújthatok, én megmondtam, hogy nem gondolom, hanem én szeretnék, hogyha kapok tisztet, akkor ez meg is fog valósulni. Jó, természetesen feltették a kérdést, hogy melyik autóval is vagyunk, vagy hogy hogyan. Aztán, amikor mutattam, hogy mi azzal az autóval lennénk, és ott parkolunk, akkor úgy rájöttek, hogy mi önként mentünk ki oda a parkolóba, és nem úgy, hogy az autópályán lévő kollégák tereltek ki minket ellenőrzésre. Akkor az egyik megykotort a zsebébe, és elővett egy öngyújtót, adott tüzet, úgyhogy el tudtam szívni a cigimet is. Aztán így haladtunk tovább. Megmondom őszintén, hogy a Mercinek az ülése az valahogy erre a hosszú útra nem kellőképpen kényelmes. És ezt nem csak én állapítottam meg, hanem Zsolti barátom is. Azt mondja, hajnali 2 környékén voltunk Hanoverbe, ott megint ilyen nagyobb razzia volt, ott is kitereltek minket, ott szó szerint kiintettek minket. Na mondjuk mindenkit szerintem, de sokan akkor abban az időben már nem jártak az utakon. Na, a lényeg ott is kitereltek minket, ellenőrizték a kocsinak a papírjait, a mi papírjainkat, háromszög, első segélydoboz, ilyesmi. Elköszöntünk, ott a rendőrsáccal, még a kollégája ellenőrizte a papírokat, addig mi úgy szépen jól elvoltunk. Eldumálgattunk, úgyhogy vele ilyen motoros összeöklözős elköszönéssel váltunk el egymástól. Nem kellett sokat mennünk, mert egy olyan 10 percre lehetünk már a szálláshelytől. Hát megérkeztünk a szálláshelyre, elfoglaltuk a szálláshelyet,
hogy ennek is pont most van kedve neki állni, beszélni. Na. Igen. Azt mondja, hát bekapcsoltuk a tévét, Penge című film ment, hogy hányadik része nem tudom, Isten igazából, de úgy mind a kettőnknek úgy ráragadt a szeme a képernyőre, és egy közös megegyezés alapján úgy döntöttünk, hogy most kapcsoljuk le a tévét, mert hogyha bekapcsolva marad, akkor itt alvás nem lesz, és kilőttük a tévét. Reggel 7-re kértünk ébresztést, pontosan 7 órakor ébresztettek is minket. 3-4-8 körül mentünk le reggelizni, készen volt a reggelink, megettük a reggelinket, elmentünk az autóért, átvettük, átnéztük a papírokat is, magát az autót is. Jó, most egy másfél éves autón, hát sok minden nézni való nem volt, csak az, hogy ténylegesen mennyire makulátlan állapotú még. Hát mondjam azt, hogy eléggé gyári állapotú volt még az autó, mint hogyha most gurult volna ki a szalomból. Hát ugye az a fele útnak a nagy részét én azzal tettem meg. Hát ez egy 3.6-os benzines V6 motorral szerelt Chrysler Grand Voyager volt, amiben a mindegyik üléssornak a önálló LCD monitor, belül DVD lejátszó, kábel nélküli fülhallgatók, hűtőbox középen, ott a hátsó sornak a hűtőbox, a két első ülés közötti hűtőboxnak az aljában, egy ilyen kiúszható fiókszerű valami. Megmondom őszintén, tetszik, meg szép volt az autó, meg kényelmes is volt. Sokféle szempontból nagyon jól tudnám hasznosítani, de tényleg, ott, hát most az a majd 13 literes fogyasztás autópályán, jó, hát mondjuk nem volt kicsi a lábam, de akkor is szerintem egy kicsikét sok, tehát nem egészen annyira a átlagos családoknak családautó kategória ezzel a fogyasztással. Biztosan van kisebb motor paletta is, tehát egy kisebb motorral szerelve, de az valószínűleg nem mozgatná annyira jól azt a hatalmas, bődületes, nehéz kasztit, de ki tudja. Na minden esetre az volt, tehát este 6 órakor indultunk Bécsből, és másnap este 7-kor már Hegyeshalomban voltunk. Nekem ugye Hegyeshalomból még egy barátomat meg kellett várni, hogy visszahozzon Bécsbe saját autómért, és hát utána értem csak így haza, ugyan szombat hajnali fél egy körül. Nagyon szeretem egyébként a navigációkat, ezt már lehet, hogy párszor ugye egy pár videómban részre vehettétek. Vagy akkor kommunikál, amikor éppen nem kéne, vagy hogyha kommunikál, és amikor kéne, akkor meg nem akar, vagy éppen olyat mond, vagy olyan irányba visz, hogy csak pislogok, és nézek ki a fejemből, hogy ugyan már megint hol járok, merre járok, hova hozott engem. Na, legyetek jók vagy rosszak, ennyi lett volna ez a videó, nem tudom, hogy mennyire sikerült jól, főleg így, hogy a navigáció is állandóan belebeszél, amit szeretnék mondani, meg egy kicsit fáradt is vagyok, úgyhogy egyébként is szétszor, rettentő hideg is van, öltözzetek fel melegebb, szevasztok!